Jó estét kívánok! Szokás szerint hasítanak az arak ifjú atlétái és atlétanői, hogy más nem mondjak, egy viszonylag friss hír, Szabó Dániel megfutotta az EB szintet, azaz utazhat a fedett pályás atlétikai Európa-bajnokságra. De hát Szabó Dani mellett azért még vannak jó néhányan, akik már idén is letették a névjegyüket, és természetesen az elmúlt években is. Végigmegyünk ezen a bizonyos névsoron itt a stúdióban. Vendégünkkel, Tölgyesi Előddel, az Arak Utánpótlás Akadémia szakosztály vezetőjével. Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Szervusz, szia. No, hát ha már Danival kezdtünk, akkor, vagy kezdtem, akkor folytassuk is vele. Hát nem hiába az ország leggyorsabb embere Szabó Dani, hiszen 6.74-et futott, ugye 60 síkon, és ezzel kiharcolta a jogot a részvételre a fedett pályás Európa-bajnokságon. Ez nyilván azért elég erőteljesen benne volt Daninál a pakliban. Igen, hiszen azon túl, hogy tavaly magyar bajnok volt szabadtéren és fedett pályán egyaránt, tavaly már a 10.34-es ideje feljogosította őt a szabadtéri Európa-bajnokságon való részvételre is, úgyhogy ezen az úton haladnak szépen tovább edzőjével, Varga Tamással, így most fedett pályán is a következő lépcsőfok a fedett pályás Európa-bajnokságra való kijutás volt a céljuk. Még ha ez nem is az év legfontosabb versenye, hiszen az majd nyáron lesz, de most a téli felkészülés első nagy állomásaként az Európa-bajnokságon való részvételen kipipálva ott lesz Dani a leggyorsabb európaiak között, és van még majdnem 2 hét, több mint 10 nap, hogy ott meg is mutassa, hogy igazából mire lesz képes. Ez a utolsó napok már a formának az élesítéséről fog szólni, és én bízom benne, hogy nem lőtte el a puskaport, és tud még javítani az EB-n. Dani pályaíve egyébként mennyire volt egyenletes? Kérdezem ezt azért, mert azért a sprint szám az egy meglehetősen erős szám elsősorban nemzetközi viszonylatban, és hát annyira nem is az európaiak nyerik a nagy versenyeket. Igen, ezért is van nagyobb presztízse a magyar sprintereknek az Európa-bajnokságon és az Európa-bajnokságnak, hiszen itt nem csak a kijutás, hanem a jó eredmény és a helyezés elérése relatív egyszerűbb, mint tényleg Európán kívüli országok sprintereivel szemben. De hogy a kérdés első felére is válaszoljak, Dani évről évre fejlődött, javult, volt, amikor többet, volt, amikor kevesebbet, volt, amikor 200-on lépett előre, és 100-on kicsit kevésbé. Nyilván, hogy azt szoktuk mondani, a tehetség úgy nagyjából utat tör magának, és megmutatja, hogy a 60 fedett pályán, szabadtéren 100 vagy 200 lesz, ami hosszabb távon jó lesz neki. Ez még most sem teljesen 100%-ig eldőlt és kiforrott, de ehhez még nagyon jól illeszkedtek a korosztályos világversenyeken való részvétel, egyéniben is, és a 4x100-as váltó tagjaként is, úgyhogy Danira nem csak itt Fehérváron az Arak alapozhat hosszabb távon, hanem a nemzeti válogatott is. Talán ez az EB szint kiharcolás ez azért is idézőjelben nagy szó Szabó Dani számára, mert hogy egy kudarcot kellett megélnie a fedett pályás OB-n, hiszen kizárták szabálytalan rajt miatt egy héttel korábban gyakorlatilag, vagy pár nappal korábban. Pár nappal korábban, igen. Igen, ez egy nagyon kellemetlen érzés elsősorban a versenyzőnek, amikor felkészült, meg akarja mutatni, hogy mit tud, be akarja bizonyítani, hogy ő a leggyorsabb az országban, meg akarja védeni a címét, és előfutamba, tehát nem is döntőbe, magyarul kvázi indokolatlanul indult volna előbb, ha előbb indult volna. Szabad szemmel észre nem vehető hibáról van szó. Itt is már a technika segíti a versenybírókat megítélni a helyes és nem helyes rajtoknál. Daninál az dobta ki a gép, hogy nem helyes, noha ez szabad szemmel nem lett volna, vagy nem volt észrevehető, versenybíró nem zárta volna ki őt, hogyha nem segít neki a technika. Ez most már rendelkezésre áll, igazából ezzel a szabállyal meg kell tanulni együtt élni a sprintereknek, úgyhogy korábban volt olyan verseny egy héttel, amikor mellőle 4 ember zártak ki, őt nem.
Lásd csodát, egy héttel később, nem is a döntőbe, előfutamba pedig ugyanezt a bakit ő követte el, amit mondhatjuk úgy is, hogy nehéz megélnie neki versenyzőnek, mert a bajnoki címről van szó, és annak mindig van egy rangja, egy presztízse. Ezt nem tudta most Dani megismételni, hogy a dobogó legfelső fokára álljon. Nem az ő nyakába került az aranyérem, de nem azért futott ilyen gyorsan, mert ő most düböl, dacból akarta csak megmutatni. Én biztos vagyok benne, hogy 3 nappal korábban is ugyanilyen vagy jobb eredményt tudott volna futni, és ezért is vagyok optimista az Európa-bajnokságot illetően. Helyezést tekintve ez az optimizmus, ez mit takarhat majd március 1. és 3. között Glasgow-ban? Azért lássunk tisztán, Európában nagyon sok már nem Európában született, vagy európai felmenőkkel rendelkező sprinter is van, tehát nagyon sok nem fehér bőrűvel kell Danynak fölvenni a versenyt már Európa-bajnokságon is. Lássunk tisztán abban a tekintetben is, hogy Dani U23-as korcsoportú még nem az igazi felnőtt kategória, és ezért is lesz neki nyáron az U23-as EB az év főversenye, célversenye. Magyarul itt most ő tanul, itt most ő olyan tapasztalatokat szerezhet, amit később majd fel kell hasznosítani, mind a felkészülésben, mind pedig a versenyzésben, de ehhez nagyon jó lesz, és ahogy beszéltem vele, azért ő nem egyet szeretne futni, ami azt jelenti, hogy 24-be szeretne kerülni, mert első körből 24-be kerülés van, és 24-ből jut a legjobb 8-a fináléba. Nyilván, hogy ő a döntőtől még messze van, de most a korának felkészültségének megfelelően a 24-be jutás is már siker lenne. Folytassuk a sort Takács Boglárkával, aki 60 méteren elmaradt az EB szintről, de hát szintén egy még fiatalabb atlétáról, atlétanőről van szó, mert mégis 17 esztendős Takács Bogi, sőt, ugye 4 nap alatt 4 országos csúcsot futott, 3-szor 60 méteren és 1-szer 200 méteren, úgyhogy le a kalappal előtte is. Bogi alatt nagyon-nagyon megindult a ló. Igen, Bogiról tudni kell, hogy 4. éve versenyző, tehát nincs túl sok edzés év még benne, ezért még relatív könnyebbnek tűnik előrelépni. Ugyanakkor ez a nehézség is ebben, hogy a sprinttávon, ahol nagyon rövid idő áll rendelkezésre a teljesítmény leadására, először utol kellett érje a korosztályát, aztán nagyon jól sikerült, hogy meg is előzte nem csak Magyarországon, hanem Európában is, hiszen azért a tehetség az megmutatkozott már az EIOF-on, megmutatkozott már az Európa-bajnokságon tavaly, illetve az ifjúsági olimpián, ahol ugye 4. volt, és az a jó, hogy nem alakult ki egyféle fajta plató nála, hanem idén megint egy szezon alatt tovább lépett, hiszen soha nem futott Magyarországon még 20 évesnél fiatalabb ilyen gyorsan, ő pedig még 18 sincs, magyarul magának tette nehézzé, és adta föl a leckét, hogy jövőre a saját csúcsait kelljen majd még tovább javítania, hiszen még jövőre is juniorkorú. Magyarul nála az a bizonyos pohár az nem félig üres, annak ellenére, hogy 100-addal elmaradt az EB kiküldetési szinttől, hanem mondhatnám félig, de inkább 90%-ig teli van az ő pohara, és lehet elégedett ezzel a fedett pályás szezonnal. Úgy, hogy neki még nincs vége, hiszen most hétvégén ifjúsági és junior, tehát korosztályos országos bajnokság lesz. És szabadtéren mit vártok tőle? Szabadtéren neki junior Európa bajnokság lesz. Félszemmel azért nézegeti ő is, nézegetjük mi is az ellenfeleit. Most a fedett pályán például a 200 méter már nem fedett pályás versenyszám az Európa-bajnokságon, de Bogi ott is indult, pont azért, hogy a nyári 100, esetleg 200 még jobban sikerüljön. 200-on például előrébb tart a ranglistán, az európai ranglistán, ami a juniorok mezőnyét illeti, mint 60-on. Ott 8., 60-on 12. Ez igazából most még azt kell mondjam, hogy orientáló jellegű, hiszen nyárig még egy fél szezon, vagy egy szezon, egy fél év még hátra van.
még tovább sófolhatja az eredményeit még fedett pályán is Bogi, és szabadtéren, hát a junior Európa-bajnokságon nála megint csak nem az lesz a kérdés, hogy döntőbe jut-e, hanem ott mit, ilyen formát mutat, milyen rajtot kap el, és hogy fog versenyezni, és gyorsan hozzáteszem, hogy mind a tavalyi ifi EB-n, mind pedig az ifjúsági olimpián versenyzésből ő jelesre produkált, hiszen mindig kihozta magából a maximumot, és néha még olyanokat is megelőzött, akik papírforma szerint erősebbek voltak nála, úgyhogy ha már ott van Bogi, és jó formában van ott, akkor bizakodók lehetünk. Na most Szabó Dani és Takács Bogi mellett még azért erősen megemlíthetjük, sőt majd ki is térünk rá, Mátós Árát, vagy Siskó Zsófiát, vagy Pásztor Bencét. Sok-sok szakákban ott vannak az élvonalban, nem csak a korosztályos élvonalban, hanem a felnőtt élvonalban az arakos fiatalok, akikben még nagyon-nagyon sok szép eredmény benne van. Mennyire egyedülálló e tekintetben országosan az arak? Mert hogy nem arról van szó, hogy specializálódtatok valamilyen számra vagy számokra, hanem egy meglehetősen széles spektrumban ott vannak az arakosok az élvonalban. Igen, és hozzátettem még Andrész Klaudiát, aki most... Hogyne, bocsánatot kérek. Betegség igen. miatt az OB-n igen. a felnőttek között nem tudott rajta állni, de most hétvégén már reményénk szerint a junior bajnokságon megint csillogtatja tehetségét, hiszen ifjú olimpián is ezüstérmet nyert. Így van. Úgyhogy valóban több szakág, több lábon áll az Egyesület. Ez egy, úgy szoktuk mi magunk között hívni, ez egy hagyományos egyesületi modell, ahol nem egy szakágban egy szakember közé csoportosulnak a tehetségek, és egy versenyszámban vagy egy szakágban, mint például Szombathelyen a dobásokban, aki bejön a kapun, az nem kérdés, hogy ott dobó lesz, és 99% hogy kalapácsvető. Mi pedig ezt az utat tűztük ki magunk elé, még amikor utánpótlás központ voltunk is, amikor pedig akadémia lettünk, akkor egyértelműen, hogy aki amelyik versenyszámba tehetségjegyeket mutat, felkészülésbe, versenyzésbe egyaránt, abba szeretnénk, hogy minél tovább eljusson felnőtt korára. Ez azt jelenti, hogy nagyon sokan a felnőtté válás útján elvéreznek sajnos. 18-19 éves kor egy nagyon nagy szűrő ebben a tekintetben, hiszen szerencsére mindegyik atlétánk jófejű, jóeszű és felsőfokú végzettséggel szeretne rendelkezni, tovább tanulnak. Valakit sikerül megtartani, valakit nem. Ez anyagi természetű jellegű probléma is, de nem csak és kizáróan. Magyarul a klub modell az relatív egyedülálló Magyarországon, mert nem csak egy szakággal foglalkozunk, és a saját utánpótlásunkra itt élő, itt versenyző, itt felkészülő versenyzőkkel, atlétákkal, itteni edzőkkel dolgozunk, és érjük el a sikereinket, nem pedig megvesszük az eredményt, és csak egy-egy alkalommal egy évbe pár versenyen vagy eseményen jelennek meg a versenyzőink és felkészítőik, mindegyikük ide köthető Fehérvárhoz, ők fehérváriak is már mindannyian arakosnak gondolják magukat, úgyhogy ez amennyire jó egy-egy ilyen bajnokságon, hogy lám rudugrás, távolugrás, lám sprintfutás, lám hosszabb futás, vagy éppen összetett verseny, mindig találkozhatunk a dobogón arakossal, ezért nagyon sokan irigykednek is ránk, amikor siker van és eredmény, akkor egyértelmű. Amikor viszont a felkészülés van és a feltételek biztosítása, legyen az személyi, legyen az tárgyi vagy más, akkor nekünk viszont hatványozottabban több a gondunk és a feladatunk. Most gyakorlatilag most 2019-ben egy évvel a Tokiói olimpia előtt arról beszélhetünk, vagy azon gondolkozhatunk, hogy vajon az arakból hányan jutnak ki Tokióba, mert hogy erre van komoly szansz többüknél. Ez mennyire volt benne a közép- és hosszú távú terveitekben, hogy már a Tokiói olimpián lesznek olyan versenyzőitek, akik aspirálnak a részvételre? Hát megmondom őszintén, elsősorban utánpótlás akadémia vagyunk,
és nem ez volt a, és most sem ez az elsődleges cél. Viszont eljutottunk annak a továbblépésnek a küszöbére, ahol, ahonnan szeretnénk is nem csak az arak tovább lépni, hanem szeretnénk a versenyzőinket tovább léptetni, ahhoz pedig egyértelműen még minőségibb edzések, még jobb körülmények, még több edzőtábor, az edzőtáborban lévő kollégák helyettesítésére még több szakemberre van szükség, és elsősorban most kijelenthetjük, hogy nem a versenyzőink képessége, bár a koruk még inkább az utánpótláshoz tartozik, mint a felnőttekhez. És a felnőtteknek is nagyon bonyolult kijutni, és nehéz már az olimpiára. A kvalifikáció roppan nehéz. Ezt a fiataloktól mi most per pillanat nem is szeretnénk teherként a nyakukba tenni és elvárni ezért. A potenciál, mi úgy fogalmazunk, az megvan bennük, a képességeik predesztinálják őket erre, még ha nem is a 20-asra, a 24-esre már még inkább. Közben ráadásul lesz 23-ban Budapesten világbajnokság, és most pont azt a programot állítjuk össze, hogy hogyan szeretnénk a mostani felsorolt 6-7 kiemelt versenyzővel, és még ki tudja hányan vannak a serdülők és újoncak között, akik már letették a névjegyüket, de még azért a felnőtt eredményben elmaradnak, reméljük csak ideig, óráig, akik még felzárkóznak a mostani élmezőnyhöz, hogy az ő felkészítésüket, versenyeztetésüket meg tudjuk helyben oldani arakosként, és kijutatni őket akár már a 20-as, de a 23-as VB-re, és az addig korosztályos, illetve felnőtt EB-kre, VB-kre egyaránt. Mátos Sára ugye van annyira univerzális, hogy 400 gáton és 5 próbában is remekül szerepel. Utóbbiban csak egy olyan versenyző tudta megelőzni a felnőtt mezőnyben, aki rutinos olimpikonnak vagy rutinos versenyzőnek számít. Az eldőlte már Sára esetében, hogy melyik irány lesz számára az elsődleges, a 400 gát vagy az 5 próba? Átmenetileg eldőlt, nem azért, mert nem szeretnénk tovább gondolkozni, egyszerűen azért, mert mindig a következő lépcsőfokra fókuszálunk, ez pedig a 2019 év szabadtere. Az idei év szabadtéri versenyprogramját úgy állítottuk össze, hogy ő a U20-as, tehát a junior Európa-bajnokságon 400 gáton fog versenyezni. Azért is kell eldöntsük, ellentétben tavaly előtt az utolsó pillanatokban döntöttük el, és tettük akkor jól. Most utolsó éves juniorként szeretne egy emlékezetes futást, egy jó szereplést az Európa-bajnokságon egyrészt, másrészt viszont azt is mérlegelni kell és tudni kell, hogy az atléták bár a pályán sokszor olyanoknak tűnnek, mint egy megállíthatatlan, nem csak atléták, hanem néha gépek, vagy néha azt is mondják, hogy robotok. Nem, ők ugyanolyan emberek, ezt tudomásul kell venni, Sára idén érettségizik, a nyár az neki duplán összetett lesz, és a 7 próbával, mint összetett versennyel ezt az élethelyzetet nem kell még tovább komplikálni, de ez nem jelenti azt, hogy 2020-ban vagy 2021-ben még ne olvashassuk az ő nevét a 7 próbázók között, mint aki jó eredménnyel zárt. Női rúdugrásban ugye Siskó Zsófia egyedülálló és éllovas Magyarországon. Számára mikor jöhet meg a nagy nemzetközi áttörés, hogy látod? Mert hogy itthon egyeduralkodó, ez nem kérdés. Igen, már több egyére sikerül megvédeni a bajnoki címét, de bármilyen furcsa, nála ez most úgy tűnik, hogy természetes, de szerintem ez volt a legnehezebb bajnoki címvédés, és most nem konkrétan arra gondolok, hogy hárman ugrottak 4 métert a döntőbe, és ő ugrott elsőre. Ezért került az ő nyakába az aranyérem, hanem azért gondolok, mert ő egyedülváltáson ment át. Skumár Péter kollégánk idéglenesen ugye Katárba helyezte át a székhelyét, és igazi mindennapos rudugró edző nélkül, de Skumár Bandi bácsival, pont Péter édesapjának a segítségével a technikai edzéseken
itt van, ugyanakkor a többi fizikális felkészülés pedig én nyújtok segítséget Zsófinak, magyarul nem is egy, hanem két edzője lett, ez nem mindig szerencsés. A lényeg az, hogy szeptember óta új kezekben, új edzővel egy kicsit máshogy készülünk, és abba bízunk, hogy nyárra ez kamatozni fog, és legalább egyéni csúcsban gondolkozhatunk, de a legnyugodtabb akkor lettünk volna, hogyha az eredeti edzőjével, az eredeti menetrendbe, az eredeti kerékvágásba mehetett volna tovább a felkészülés. Ennek több oka volt, hogy nem alakulhatott így, de most ebből próbáljuk kihozni a legjobbat, és nyárra egyéni csúcsokat vár el ő is magától, és ehhez szeretnénk mi is hozzásegíteni. Viszont idén neki a Csapat Európa Bajnokság, ahol a legjobb magyar indul, lehet a fő versenye, hiszen a szabadtéri világbajnokság, ő már nem korosztályos versenyző, már abszolút felnőtt, neki azért az még messze van. Pásztor Bence, hogyha jól emlékszem, a kalapácsvető Pásztor Bence csak egy picivel maradt le a riói szintről annak idején, úgyhogy nagyon kell most az a pár centi majd Pásztor Bencének, hogy esetleg ott lehessen Tokióban. Hogy tervezitek? Nyilván minél előbb, annál jobb, ha megvan az olimpiai szint. Igen, tudni kell azt, hogy Bence Magyarországon kevésbé van reflektorfénybe, ami nem feltétlenül baj, mert van nála jobb kalapácsvető. Ezért hajlamos mindenki úgy kezelni, sajnos, a mi Bencénket, Pásztor Bencét, hogy van nála jobb magyar, ezért nemzetközi szinten, hát hogy is lehetne ő igazán eredményes. Ugyanakkor 2017-ig kell csak visszalapozzunk, tehát nem túl sokat, ahol az U23-as Európa-bajnokságon két magyar átadóbogó első-második fokán, Halász Bence és Pásztor Bence. Egy dobáson múlt, hogy nem fordítva álltak a dobogón. Magyarul ő egy kicsit folyamatosan árnyékban van és mozog, de ez nem azt jelenti, hogy 2020-ra ő ne lehetne ott a tokiói olimpián. Ezt igazából neki nem fizikálisan, inkább egy kicsit technikailag, és még egy kicsit emberileg kell túllépni azon, hogy és feldolgozni, hogy nem körülötte forog minden, hanem csak a kalapács forog körülötte, ő pedig a körbe, és azt minél gyorsabban, minél messzebbre eldobja. Ugyanakkor tény, hogy aki több éven keresztül, 16-tól 20 éves koráig ő minden világversenyen a korosztályában a legjobb volt, bronzéremnél rosszabb helyezéssel soha sehonnan nem jött haza. Ő a magyar bajnokságon is idézőjelben csak második. Igen, Magyarország mondhatjuk kalapácsvető nemzet, de Magyarország nem lenne kalapácsvető nemzet Pásztor Bence nélkül. Nyilván ezek a sikerek, a fiatalok sikerei nagyon inspirálják a csak picivel fiatalabbakat, mert ugye azért nem olyan nagy ugye a korkülönbség köztük. A tömegbázis mennyiségére, minőségére milyen hatással vannak az eddig felsorolt sikerek? Én úgy gondolom, hogy inkább a minőségre van nagyon jó hatással, hiszen a fiatalok nem az ország vagy a világ más pontjáról is tudnak példaképeket választani. Persze a világsztárok azok világsztárok, de azért nagyon kulcsmomentum, hogy a napi szinten látják, hogy edzenek a magyar bajnokok, a nemzetközi versenyeken járt atléták, mert sokkal testközelből, sokkal inkább átérzik, látják, és azonosulnak a sikerükkel, az eredményeikkel, és gondolhatják, hogy könnyebben elérhető és bejárható az az út, hiszen látják őket nap, mint nap, mint hogyha csak tévén a legnagyobb eseményekkor követhetik nyomon a példaképéket. Tehát nagyon motiváló a fiataloknak. Ugyanakkor a mennyiségi kérdés az
az nem csak azon múlik, hogy a legjobbjaink éppen milyen állapotban vannak, milyen eredményt érnek el, és összesen hány bajnoki címünk van, mert ez sajnos nincsen egyenes arányosságban az egyesület költségvetésének a nagyságával, úgyhogy minél inkább a minőség mutatkozik és domborodik meg, annál karcsúbb a mennyiség, hiszen a paplanunk az véges, nem nyújtózkodunk tovább, amíg a takarónk ér, viszont szeretnénk minél nagyobb takarót, úgyhogy minden követ megmozgatunk azért, hogy az eredményes sportolóinkat megtarthassuk, és a bázist, ahonnan ők is kinőttek, azt pedig szélesíthessük, és ne kelljen évről évre karcsosítani. További sikereket nektek, köszönöm a beszélgetést. Köszönjük szépen. Kedves nézőink, ez volt már a Bajnokok Városa, köszönjük megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra.